Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm mai estén mindazokat, akik részt vesznek karácsonyi orgonahang versenyünkön, melyet templomunk orgonistája, Rostetter Szilveszter orgonaművész úr fog majd tartani. Kilépünk hamarosan karácsony ünnepéből, karácsony másnapjának estéje már összegzi mindazokat a lelki élményeket és érzelmeket, amelyek a Szent Ünnepre és ezen a napon is a lelkünkbe tolultak. A Szent Harmónia, amely az Isten felé vezetheti, és reményeim szerint vezeti is majd most a szívünket, érzéseit, az Isten közelségében menesedik át szeretettél. Kérjük Isten kegyelmét, hogy ez a részvételünk és ez az áhítat, mert hiszen áhítatról is szó van, Szent Zene kapcsán az Isten közelségében jussanak érzéseink. Köszönjük Barnagyónak a koncertet és mindenkinek a mai esti részvételét és áhítatát figyelmét. Most pedig Barnagyó röviden be fogja mutatni az elhangzó szerzeményeket és koncert rendjéről beszélni. Magam is áldásokban köszönöm karácsonyi ünnepeket, és boldog új esztendőt kívánok mindenkinek. A ma este folyamán, ami elhangzik, az egy elég különös összeállítás, mindenben miért különös. Liszt Ferencnek a Karácsonyfa című ciklusát fogjuk hallani, amely 12 rövid tételből áll, vagyis nem hosszú tételből áll, amit ő maga zongorára írt, természetesen hiszen ő zongorista volt, de az első lélek, ami konkrét karácsonyi ének, klasszikus latin karácsonyi ének, egyiket másikat még is nagyon is szoktuk énekelni, ezeket harmónium letétbe is elkészítette, és ezt a léptételt szokták általában a Liszt-Ferencnek harcikusként játszani koronán, és én megpróbáltam utána nézni, senki nem készített átiratot a többi 8 darabból. Nyilván azért, mert valahogy zongoraszerű, viszont olyan szépen tud csinálni, csengeni, gondolni, gondolnát is, hogy megfelelően adottálva, hogy majd ezt tetszene hallani, hogy ez tényleg így van-e, hogy tényleg szinte. Magam igyekszem hozzátenni. A Liszt ezt a darab, ezt a ciklust 1881-ben írta, tehát halála előtt 5 esztendővel, 70 éves volt. Rómában volt már hosszabb ideje, mint harmadrendű rendszer szerzetes, ennek megfelelően viselte is a reverendát is, volt egy engedélye. Az unokájával töltötte ott az őszt, és akkor írta ezt Daniel nevű unokája számára ezt a ciklust. Megdöbbentő az a újdonság, ami az idős Liszt tolláról, az az elei megújulás, hogy az idős Liszt tolláról kiszökkent, hiszen ő a klasszikus értelmező funkció zenével szakít, visszatérhet a reneszánszra jellemző modalitás elvéhez, és egész egyszerűen a darabunknak a zárásában tűnik ez ki leginkább, hogy mint hogy olyan furcsán zárulnának ezek a darabok, legalábbis nem megszokott. Lányom, Kozima, mondta is neki, hogy ezeket nem szabad előadni, mert csak ki fognak nevetni egy Liszt úgy tartja a zenetudomány, hogy egy generációval megelőzte a korát.
Én a tanítványoknak azt szoktam mondani, hogy ez elég az. Legalább kettőben. A mai estének a bevétele az a oda álltottuk a kiadatlanak a ilyen irányú programjait hivatott esetben támogatni, tetszésnek megfelelően kérdőkkel helyezni adományaikat, szíves adományaikat. És még egy dolog, hogy Krisztus mindenkit hív magához, de senki sem telefonon. Ezért telefon tőlem lehallgat a kérdőkkel. Rögtön föl érkezem oda, és akkor kezd. Körülbelül 50 perc az időt adtam, hogyha esetleg valaki nézni az óráját, természetesen, ha valaki látja a honvány menetésben,